Hát sziasztok, én Besz Tamás vagyok, a Balassistól jöttem, és mint említették, egy kicsit a biztonságos API tervezéséről szeretnék nektek mesélni. Mi a Balassistnál már elég régen foglalkozunk mindenféle proxy alapú tűzfalakkal, ami így azért azt jelenti, hogy egészen könnyékig szoktunk turkálni mindenféle protokolloknak a belsejében, és ezzel felvértezve többek között mostanában azt nézegetjük, hogy az API landscape-en mit lehet csinálni, biztonsági szempontból, és erről szeretnék nektek egy kicsit mesélni. Hát nyilván az első kérdés, hogy miért fontos ez. Gondolom nem kell nagyon sokat mondjak arról, hogy így körülbelül mindenki, akinek lába van ma, az így apikat épít magának. Itt is gondolom a szomszédban az IoT teremben erről van szó, az Intek teremben is biztos, hogy lesz erről szó. Úgyhogy igazából ezek velünk vannak, muszáj velük kezdeni valamit, mert iszonyatosan terjed az egész. Hogy biztonsági szempontból ez az egész mit jelent? Hát ha megnéztek egy ilyen tipikus layer security ábrát, akkor azért látszik, hogy általában az adataink körül csomó mindenféle védelmi berendezés van. Ez az ábra egy kicsit még egyébként olyan light-os is, mert még lehetett volna rárajzolni egy csomó mindent. Egy dolgot én most még így rárajzolnák, az API endpointot. Az ott van középen az adat mellett. Aki azzal beszélget, az az összes többi mindenem már átment, úgyhogy azt jól meg kell fogni, mert hogy máshoz helyettedek nem fogja tudni megcsinálni, csak és kizárólag ti. Úgyhogy ez az oka annak, hogy ezt szépen, ügyesen jól kell kezelni. Most, hogy lehet jól kezelni? Nagyon örülök, az előbb az előző kolléga is említette, ugye, hogy nincs új a nap alatt. Ez tulajdonképpen még mindig a jó öreg web. HTTP szervert, meg webalkalmazást, meg ilyesmit azért úgy üzemeltetünk már egy ideje, meg fejlesztünk már egy ideje, vannak róla elképzeléseink, hogy ezt hogy kell jól csinálni. És igazából ezeket a leckéket, ha valaki jól megcsinálja, akkor elég közel vagy ahhoz, hogy a hangjegyek azok mások, de akotta azért az hasonló. Tehát ezt így körülbelül ugyanazok a dolgokat kell tudni jól csinálni, hogy előre is elnézést kérek, hogyha egy csomó triviáliát fogok mondani. Ha unalmasnak tartjátok, akkor tök örülni fogok, mert hogy akkor az a vége, hogy értitek. Az első ilyen dolog, amit így szoktunk nyilván, információ kiszivárgása. Hát így honnan indultunk 2005-ből, HVSV fórum alja, query use, script execution time, meg mindenféle ilyen csodák oda vannak írva, aminek egyébként így haszna így nyilván nulla, kivéve ha szeretnél hackelni, vagy DDoS-olni, vagy valami ilyesmit csinálni, mert normális user, hát igazán nem érdekel. Ma már egy kicsit jobb a helyzet, bár egy verziószám még mindig benne van. De hogy ezt a leckét megtanultuk úgy, ahogy, mert azért az még gondolom mindig mindenkinek ismerős, hogy időnként így mindenféle csodálatos stack trace-ek, meg egyéb dolgok, azok így megjelennek frankon szépen a böngészőnkben. Jó, annyit fejlődött a helyzet, hogy egy defaultból a legtöbb túl már inkább kikapcsolva tartja, aztán fejlesztőként meg szeretjük ezeket inkább bekapcsolva tartani, mert az nekünk jó, és aztán ha úgy kimegy productionbe, akkor meg kellemetlen. Úgyhogy erre az egyik dolog, amire nagyon kellene figyelni. Ami ilyen szempontból még azért API specifikus, hogy például ilyen infolik az így headerekben, meg ilyenekben is remekül tud lenni. Tehát vannak ilyen X-Powered By és egyéb hasonló csodálatos dolgok, amikre így oda kellene figyelni, hogy ne menjenek ki vele infók. A másik, amit jellemzően csinálunk, amikor API-t tervezünk és elrontjuk, hogy lesz egy csomó olyan endpoint, amit így kiteszünk, mert hogy hasznos, valamire biztos jó lesz. Egyébként lehet, hogy a webalkalmazáson, vagy a mobile appon, vagy az akármicsodán is, ami az API-t használja, nem látszik, mert a user interfacehez nem kell, hogy attól az még ott van, és ugyanúgy mennek ki belőle az információk, és annak meg úgy azért annyira nem örülünk, mert hogy ugye arról van szó, hogy az információt azt hogyan lehetne így biztonságosan, és csak azt eljuttatni, amire szükség van. Hát nyilván, ha biztonságos információkról beszélgetünk, akkor mindig a TLS nagy barátunk, TLS van minden, van, szekjúrak vagyunk. Hát az egyik bad news az az, hogy nem, mert hogy a TLS, főleg ha nem használsz egyébként autentikációt benne, akkor Isten igazából kizárólag arra jó, hogy adjon neked egy biztonságos csatornát.
arról egyetlen szó nem fog esni, hogy egyébként ki van annak a csatornának a másik oldalán, hogy egyébként mit beszél abban a csatornában, mit visz ki, mit hoz be. Ő csak egy brok. Ezzel együtt azért nyilván ezt a burkot is jól kell csinálni. És hogy lehet jól csinálni? Hát azok a szavak ott, azok mindenféle ilyen TLS-re jellemző kulcsszavak. Ha úgy magadban nézel és elgondolkozol azon, hogy ezek közül mennyit ismersz, meg mennyiről tudod, hogy hogy van, akkor azért általában levonható az a következtetés, hogy nem biztos, hogy szeretnél te ezzel részleteiben foglalkozni. A tapasztalatunk az, hogy ezzel egyébként nagyon sokszor a mindenféle frameworkok fejlesztői is így szoktak lenni, és a TLS-t azt jobb valami olyan eszközre bízni, ahol ezt azért így komolyan veszik, úgyhogy így ezt érdemes az Apache, meg az Nginx, meg az egyéb ilyen dolgoknak a közeg környékén bekonfigurálni rendesen. Arról így az idő rövidsége miatt most nem fogok nektek beszélni, hogy ezt hogy kell megtenni, ellenben holnap délután Szilárd kollégám 3 órában fog ezt iszonyatosan érdekesen beszélni ezeknek a szavaknak a hogyan járól, mikéntjéről, és ezt a gyakorlatban hogy lehet összerakni, úgyhogy ha valakit ez így komolyabban mozgat, akkor nagyon javaslom, hogy menjen el, mert Szilárdnál egy jó párszor végig tolt ilyesmit, és általában az szokott lenni a reakció, hogy hasznos. És ha már itt tartunk, hogy így ezek a dolgok bonyolultak, de a másik elég fontos rule, amit így tervezésnél figyelni kell, az az, hogy kerüljük az in-house security megoldásokat, jó? Tehát így persze tempting, megcsináljuk magunknak, tök egyszerű, meg minden. Az igazság az, hogy általában sokkal kevésbé egyszerű, mint ami ennek elsőre tűnik. Tehát most, hogy ha hozzak egy elég ostoba példát, mondjuk így passzpördöket szeretnék, meg usereket tartani, mert hát az úgy könnyű. Ugye? Meg kell tudni írni, meg kell tudni lépni. Ja, meg kell tudni változtatni, meg komplexitása van neki, meg jó randomot kell generálni, meg rezetelni kell, meg az adminnak is tudni kell rezetelni, meg a fene se tudja még kinek kell tudni hozzányúlni, meg ki kell tudni utni, meg le kell neki járni, lokkolódni kell neki, ehhez egy nyilván mind interfész kell, macerás. Tehát, hogy így egyébként is drága szokott lenni, amikor az ember jól akarja csinálni. A másik fel a probléma, és ez a nagyobb probléma egyébként a dologgal, hogy hát azért, ha nézegetitek, hogy így mit mennek security landscape ügyben, akkor így mik vannak mondjuk így az elmúlt egy évben a hírekben. Így okos emberek azt nézegetik, hogy a prociknak a pipeline-ját, azt így hogy lehet átverni, hogy ne az történjen, amit szeretnél. És úgy sikerül nekik. Valószínű, nem te, neked kellene megpróbálni, megalkotni azt, hogy ezt hogy fogod meg. Már csak azért nem, mert neked általában inkább az a dolgot, hogy így valami üzleti értéket szállítsál. Aztán nyilván ott van a másik oldalon egy csomó okos ember, aki például így tervezi ezeket a mindenféle titkosítási algoritmusokat, meg kulcscseréket, meg hámekeket, meg ilyeneket. Hát lassan sikerülni fog nekik például így a TLS1.3-mal már úgy közelítőleg jót csinálni, és azért ők mondjuk, hogy jobban értenek valószínűleg a matematikához, mint egy átlagos fejlesztő. Úgyhogy így inkább hagyjuk meg nekik azt, hogy ezeket csinálják, főleg azért, mert hogy vannak olyan dolgok, amiket meg muszáj neked, ahogy említettem, mert hogy nem lehet leszűrni előtte. Most így nézegessük meg egy kicsit azt, hogy tulajdonképpen milyen olyan vetületei vannak ezeknek a tipikus apiknak, amik problémásak. Hát a legnagyobb gond az az szokott lenni, hogy az egy HTTP, meg az egy üzleti logikai egység az nagyon különbözik egymástól. És ennek így vannak mindenféle kellemetlen következményei. Az egyik fele nyilván az, hogy a klasszikus webes oldal, hogy fogunk egy darab valami weboldalt, amit le kell tölteni, lesz belőle 83 HTTP request, mert mindenféle van benne. Egyébként végig kell vezetni mondjuk egy vásárlási folyamaton, az megint különbözik ettől. A másik oldalról, amikor apit nézek, akkor meg egyébként jellemzően van egy minden, valami aggregátor a másik végén, és ennek a másik végén lévő aggregátornak a hátterében meg egyébként egy csomó kliens aggregált dolgai vannak. Ráadásul ugye manapság azért jellemzően resztezünk. A rest meg hát nem RPC, zárójel, ha RPC-t szeretnél, akkor inkább használjál egy JSON RPC-t, vagy valamit, ne találd föl a melegvizet, elnézést, hogy ismétlem magam, de hogy ez ilyen, ne találd föl a melegvizet.
Viszont ha resztezel, akkor azzal egyébként az van, hogy ezzel a kliensnél hagyod tulajdonképpen a sessionnek a kontrollját, az életciklusát, a mikor, hova megyet, és nem nagyon van befolyásod az állapot gépre, vagy legalábbis nem olyan direktben, mint ahogy az úgy kényelmes volna, hogy te így biztonságosan végig tudj vezetni egy ilyen folyamatot. Hát és ebből azért adódik egy csomó probléma, mert hogy következő régi igazság, a klienseink azok ugye nem megbízhatóak. Igazából azt se tudjuk, kik ők, feltétlen, hogy vannak, a tőlük lévő adatokra vigyázni kell. Tudom, megint triviália, de hogy ez ilyen. És hát mivel kezdjük, nyilván, hogy legalább tudni kellene, hogy ki. Mert említettem, hogy a TLS-ben, ha nem használod, ő csak biztonságos csatornát ad. Ennek örülünk, hogy kivel beszélgetünk, azt még azért jó lenne tudni. Nyilván a triviális válasz az, hogy használjál óvautot, mert ha használsz óvautot, akkor neked nagyon jó lesz. Ez egyébként igaz is, csak van egy pár dolog, amit észre kell venni, például így nagyvállalati környezetben azért jellemző, hogy az óvautot nem szeretjük. Azért nem szeretjük, mert mondjuk amikor én a bankommal beszélgetek, akkor az igazság, hogy én nem nagyon szeretem azt, hogy a Google mondja meg, hogy én vagyok-e én. Jobban szeretném ezt a tranzakciót így köztem, meg a bankom között tartani. Úgyhogy a kényelmes út az nagyon sokszor ilyenkor nem járható. Vagy az van, hogy az OAuth infrastruktúra jelentős részét is le kell tenni, vagy valami mást kell használni. De egyébként, ha OAuth-ot csinálsz, annak is vannak azért olyan bajai, amik abból következnek, hogy ez az állapotgép ez nem annyira a te kezedben van. Ezeknek a nagy része ez olyasmiket takar, mint például van ott ugye egy callback, amit az Authentication Server hív vissza redirect URL-ként. Na, hát azt úgy érdemes ellenőrizni, hogy jó helyre megye. Ha még jobb lenne, hogyha azt úgy csinálnád, hogy ne egy pattern tennél az Authentication Serverbe, mert az a gyakorlati tapasztalat, hogy ahol pattern van, azt így előbb-utóbb valaki rájön, hogy a fenébe lehet átverni valami DNS poisoning-gal, vagy valami egyéb ügyes, okos paraméterek fölírkálásával a hátuljára. Ha már paraméterek, hát apikon azért elég jellemző, hogy szokott lenni ilyen redirect to endpoint mindenféle callokban. Arra erősen figyeljünk, hogy ahova egyébként az out redirect mutat, ott ilyen ne legyen, mert akkor mindenféle kellemetlen emberek így azonnal el tudnak navigálni onnét téged, azzal, hogy így mögé teszik egyszerűen. A kicsit visszakanyarodva még egyébként ez ügyben az infolikicsre, arra is érdemes figyelni, hogy mindent headerekbe tegyünk, amit tokán, ne tegyük paraméterbe. Például azért ne tegyük paraméterbe, mert hogyha azon a redirectelt, renderelt oldalon vannak külső hivatkozások, márpedig ha weboldal, akkor egyébként vannak rajta jellemzően külső hivatkozások, hát ők referer headerben látni fogják ám, úgyhogy ésszel. Ilyesmi még, hogy nyilván CSRF-et, meg ilyesmit használjunk. Van erre egy csodálatos state field, nem csodálatos módon, nem kötelező, pedig baromira annak kellene egyébként lennie. Szóval summa summarum, az OAuth tök jó, de hogy ott is arra nagyon kell figyelni, hogy kivel, mikor, hogyan kommunikálsz, és ezt így mindig megnézd. Ez egyébként is nagyon jellemző, hogy a state trackinghez így baromira szükség van arra, hogy mindig ellenőrizd, hogy most azzal beszélsz még mindig, mint akivel az előzővel, hogy neki ezt most lehet-e csinálni. Nem-e az van, hogy egyébként félúton mondjuk egy customer ID paramétert így, hát egy kicsit valaki kicserélt, és valaki másnak a bankszámláját nézegetni. Úgyhogy ez persze, tudom, nem gyors, belevel lassú. Szokott lenni egy ilyen kis kapcsoló, volt egy kollégám mindig jött be, hogy így gyors, meg secure, és így ebből a kettőből lehet választani. Ez nyilván sarkítás, de hogy azért azzal legyél tisztában, hogy ahol kihagysz ellenőrzést, az potenciális támadási felület. És ha már így az állapotgépnél tartunk, nyilván ahhoz, hogy valamennyire követni tud, webes világban, hát mit szoktunk csinálni? Azt szoktuk csinálni, hogy leteszünk valamit a klienshez. Megkérjük, hogy tegyen el egy tokent, leteszünk egy cookie-t, valamit. Ugye az is látjuk, hogy nem biztonságos helyen van, úgyhogy ezt azért úgy baromira garantálni kellene, hogy intakt, amikor visszakap. Vannak erre is mindenféle tök jó megoldások, például JVT, ugye Java Web Token, frankó, alá van írva, reteszed, meg tudod nézni, ugyanazt kaptad-e vissza.
Arra azért fölhívnám a figyelmet, hogy az csak szájnózott alapból, nem enkriptált. Úgyhogy olyan dolgokat, amik egyébként így nem jó, ha kikerülnek, visszamutogatnék megint az infolikre, azokat ne tegyünk bele, mert hogy azt gyakorlatilag csak Base64 bárki ilyen kódolhatja, vagy dekódolhatja, és akkor így megint nem leszel előrébb. A másik ilyen dolog, ami ezeknél a kommunikációs dolgoknál előjön, az az, hogy szerializáció, mint olyan. Ugye főleg akkor, amikor frontenden meg backenden ugyanaz van, akkor a... amikor frontenden meg backenden ugyanaz van, akkor nagyon szeretjük azt, hogy szerializáljuk azzal, ami a nyelvben van, tök jó, megkapom ugyanazt az objektumot szerver oldalon, kliens oldalon van, örülök, könnyen kész vagyok. Erre a legtöbb nyelvben egészen használható támogatás is van, általában kicsit néha hajtogatni kell, hogy úgy még tudjuk szerializálni, de aztán megy és boldogok vagyunk. Hát sajnos ennek az oka, hogy ezek általában is vannak írva a doksiban nagy piros betűkkel, meg felkiáltójelekkel, hogy nem biztonságosak, mert hogy tulajdonképpen kódot állítanak neked elő. És az a gyakorlat is, hogyha így elmásztok még nézegetni, hogy milyen CV-ek vannak, hogy a szerializációk elleni támadások így durván tele van velük minden, iszonyatosan erről prónok, nem erre vannak tervezve, nem jó úgy használni őket, hogy megbízhatatlan adatokat kapnak. Úgyhogy itt tényleg az a javaslat, hogy így indesztőrli, keressetek valami rendes szerializációt, és azt használjátok. És akkor még amiről így user adatok kapcsán mindenféleképpen szeretnék így szót ejteni, az a validáció. Ugye ma már így egész jól el vagyunk havazva mindenféle eszközökkel, mert hogy az infrastruktúra az kóddal, meg az öndokumentációval jött egy rakás tök jó eszköz. Úgy tudom, lesz délután egy kis apiari, nyilván a Swaggerről már mindenki legalább hallott egy kicsit, aki így ezt fejleszt. Leírjuk valami egyszerű nyelven, hogy néz ki az adatformátumunk, öndokumentál, ki lehet próbálni, meg van mondva, hogy kell neki kinézni, le is lehet validálni, hogy így az van-e benne, ami benne van. Tök jó. Egy dolgot azért így szeretnék kiemelni ezzel a kapcsolatban, hogy hát ezek azért arra vannak, hogy neked könnyebb legyen fejleszteni, nem arra, hogy biztonságosak legyenek, és erre oda kell figyelni. Hoztam erre egy példát nektek, JSON séma, nem tudom mennyire olvasható, van itt egy nagyon egyszerű kis séma, ami gyakorlatilag egy ilyen dummy user objectet ír le, van neki egy névparamétere, van neki egy e-mail paraméter, nyilván a név az valami string, az e-mailre meg még rá is írtuk, hogy format e-mail. Most abban ne is menjünk bele, hogy azért ez is sok mindent jelenthet különböző nyelveken, hogy tulajdonképpen mi a format e-mail, de mondjuk, hogy higgyük el, hogy az úgy nagyjából rendben van. Ehhez nyilván valami olyan adat tartozik, amiben van egy névmező, meg van egy e-mail mező egy e-mail címmel. Ha ezt levalidálom, akkor így azt fogom látni, hogy tuti. Aztán mi van, ha így a user elgépeli a névmezőt, és, vagy a e-mail mezőt, és kihagyja belőle a kukacot, nyilván azt várnám, hogy akkor ez most így nem lesz valid, ha levalidálom. És így nem is lesz valid, nagyon örülünk neki. És ha véletlenül én gépeltem el valamit, és így az e-mailből kimaradt a kötőjel, akkor is azt várnám, hogy ne legyen jó. Hát, rossz hírem van, ez valid. Azért valid, mert az e-mail nevű mezőről kötőjel nélkül a sémában semmilyen megemlékezés nem történt, tehát a validáció magastól tesz rá, hogy az ott van. Ami azt jelenti, hogy el is hagyhatom, és még mindig valid leszek. De ha az e-mailt elhagyhatom, akkor így elhagyhatom a nevet is. Tök üres, valid. És ha még arra is emlékszünk, hogy egyébként volt ott olyan mező, aminek nem volt neve, akkor ha így véletlen beletalálok írni egy telefonszámot, és levalidálom, hát rossz hírem van, ez az szerint, a séma szerint valid. Nyilván van ennek megoldása JSON séma földön is. Van additional properties false, meg van required, meg ezek nyilván Moriska példák, ennél van egy csomó bonyolultabb dolog. De hogy azt azért szeretném szólni, hogy tök jók a validátorok, használjátok őket, csak így gondolkozzatok rajta, hogy mit írtok bele, mert az, hogy legenerálta így az endpointot, és ettől ott vannak a kallok, az még így édeskevés lesz jó. És úgy látom, hogy tök jól csináltam időben, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha becsippantjátok esetleg, akkor van egy e-mail cím benne, és tudtok nekem
e-mailt írni, vagy kérdezni, meg nyilván itt leszek kaja közben is, meg kávészünetben, meg ilyenekben. Köszi szépen!